A 9 bajnoki meccs óta veretlen Szolnoki Máv ezúttal nem számított esélyesnek, még úgy sem, hogy hazai pályán játszott, hiszen az ellenfél a korábbi válogatott labdarúgókkal, köztük Dzsudzsák Balázzsal felálló listavezető Debrecen volt. A Szolnok viszont nem ijedt meg a nevektől, harcosan kezdte a találkozót. Az első komoly gólhelyzet is a kékfehérek előtt adódott a 10. percben, igaz kellett hozzá Gróf kapus komoly hibája, amit aztán két nagy védéssel jóvá tett, a harmadik próbálkozásnál nem volt dolga, az a kapu fölé ment. Keresték a fogást egymáson a csapatok, komoly lehetőségek nem alakultak ki, míg nem a 26. percben megrezzent a háló. Roxin Ádám tette bal lábára a labdát, majd az elvetődő Gróf mellett a kapuba talált, megszerezve a vezetést a házigazdának. Nem kellett sokat várni az újabb találatra, egy bedobás után debreceni fejről Tisza Kálmán elé került a labda, a csapatkapitány pedig nem hibázott, megduplázta előnyét a MÁV. A félidőben kettőt is cserélt a vendégegyüttes, ami úgy tűnt meghozza gyümölcsét, hiszen Molnár Farkasnak az első 10 percben több dolga is akadt, mint az első 45 percben. Közel járt a gólhoz a Loki, kapufát is lőttek, majd az 54. percben büntetőhöz jutottak, Bárdos volt szabálytalan Dzsudzsákkal szemben. A 11-est Bódi vállalta is értékesítette, 2-1. A lendület viszont nem maradt meg, a Szolnok kontrollálta a meccset, még úgy is, hogy az 57. percben elveszítette vezetőedzőjét, Csábi Józsefet kiállította a játékvezető. A MÁV FC őrizte előnyét és megérdemelten megnyerte a mérkőzést, a másodosztályban pedig először győzte le a Debrecent. Folytatás kedden, de ezúttal a Magyar Kupában, az Újpest látogat Szolnokra, tét a legjobb 16 közé jutás.